hagyományokhoz híven Székesfehérvár és Fejér megye önkormányzata, valamint a Magyar Honvédség összederő nemi parancsnoksága közös koszorúzás szervezett a Nemzeti Gyásznapon. A megemlékezések 9 órakor a Corpus Hungaricum szobornál kezdődtek. A második Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola diákjai elevenítették fel az 1848 és 49-es forradalom és szabadságharc és a megtorlás időszakát. Ezt követően Varga Tamás megyei elnök, Brájer Éva alpolgármester, valamint Varga Csaba dandártábornok, az összhaderő nemi parancsnokság törzsfőnöke helyezett el koszorút a szobornál. Őket a történelmi egyházak és több társadalmi szervezet képviselői követték. Fontos, hogy emlékezzünk minden évben, és erőt merítsünk abból, hogy egy bukott forradalom és szabadságháború után is magára tudott találni, ez a nemzet talpra tudott állni, hiszen erre van szükségünk ma is, ebből kell erőt merítenünk a következő évek munkájához. A Nemzeti Gyásznap fehérvári rendezvényei 10 órakor a Halesligetben folytatódtak. Itt Róth Péter alpolgármester, Pleiser Lajos megyei alelnök, valamint Horváth András országgyűlési képviselő helyezett el koszorút a forradalom és szabadságharc Székesfehérvári mártírjainak emlékművénél.